Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a magasabb rendű gyökökkel való műveleteket gyakoroljuk. Mai leckénkben összetett feladatokat oldunk. Ez azt jelenti, hogy a feladatokban szerepelnek az átlanos műveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, többszörű gyökvonás, de ugyanúgy felhasználjuk a nevezetes azonosságokat, binom négyzetét, négyzetek különbségét, binom köbét feladatunk szövege egyszerűen csak így szól, hozzuk egyszerű valakra kifejezéseket. És nézzük, mi mindent kell megoldanunk az első feladatunkban. Így első ránézésre igen csak tekintét parancsol ez a feladat, de higgyük el, hogy a szörnyű külső alatt egy kedves kis feladat vár ránk. Így szól. Az első tört, a szor gyök alatt a plusz x, a nevező pedig gyök alatt a minusz x. Majd mínusz, következő tört, x-szer gyök alatt a x, a nevező pedig gyök alatt a plusz x. S mínusz jön még a harmadik tört, 2x négyzet törve a nevezőben gyök alatt a négyzet mínusz x négyzet. És ha mindez nem lenne elegendő, még ezt el kell osztani egy negyedik gyökkel, a negyedik gyök alatt pedig az egyik zárójelben a x található, a másikban pedig a négyzet mínusz x négyzet. Hát foglalkozzunk először is a feladatnak az első részével, ahol is a három törtet kell összevonnunk. Ha megnézzük a törteknek a nevezőit, annak érdekében, hogy megtaláljuk a közös nevezőt, az első nevezőnk nagyon egyszerű, gyakorlat A-X, itt nem tudok semmit sem fölbontani, átalakítani. Hasonlóképpen a következő nevezővel sem tudok mit kezdeni, gyakorlat A plusz X. Ellenben a harmadik törtnek a nevezője, gyök alatt a négyzet mínusz x négyzet. Itt észrevehetjük, hogy az a négyzet mínusz x négyzet az valójában négyzetek különbsége. Így akkor fölbonthatom az adott gyököt kettő gyökre. Az egyikbe kerül ezeknek a tagoknak a különbsége, tehát a mínusz x, a másikba pedig az összege. Természetesen ezeket a tagokat, ezeket a gyököket föl is cserélhetjük. Így már nem lesz nehéz akkor megtalálni a közös nevezőt az első gyök, ami belekerül a közös nevezőbe, a gyök alatt a x. Majd ezt meg kell szorozni a következő gyökkel, gyök alatt a x -el. A következő gyök a x már egyszer szerepel a közös nevezőben, így átugram, hasonlóképpen, mint az utolsó gyököt is, a gyök alatt a x-et. Megtaláltam tehát a közös nevezőt. Ha megvan a közös nevező, akkor bővítem ezeket a törteket egyenként az első törtet láthatjuk, hogy mivel a x volt a nevezőben, valójában gyakorlat a plusz x-el bővítem. Majd fordítva a második tört esetében, gyakorlat a plusz x volt, így akkor bővítenem kell gyakorlat a x-el. Az utolsó törtnek a nevezője megegyezik a közös nevezővel, így ennek a számlálóját nem kell bővítenem. És akkor nézzük ezeket a bővítéseket. Az első törtnél az a-t meg kell szorozni gyök alatt a plusz x -el majd még egyszer gyök alatt a plusz x -el. Ha ugyanazt a gyököt önmagával szorzom, akkor annak a gyöknek a négyzetét kapom. Majd mínusz, valami hasonlót teszek a következő tört esetében is. Az x-et meg kell szorozni gyök alatt a x -el, illetve ugyanezzel a gyökkel, itt is akkor ennek a gyöknek a négyzetét kapjuk. A harmadik törtnek a számlálóját, ahogyan már látjuk, nem kell bővíteni, itt csak változatlanul lemásolom, mínusz 2x négyzet. És akkor jöhet még egy előre osztás, és nézzük akkor ez a negyedik gyök, mi minden tartalmaz. Észrevehetjük, hogy itt is van egy a négyzet x négyzet, amit föl tudunk bontani a-x-szer a plusz x-re. Így akkor érvényes az a-x szorozva a-x, megint önmagával szorozzuk, vagyis lesz a minusz x az egész a négyzeten, ez lesz az egyik szorzat, a másik pedig, ami megmaradt, zárójában tehát a plusz x. Térjünk akkor vissza újból a feladat elejére, a törtre. Ami a nevezőt illeti, egyelőre csak lemásolom, tehát gyök alatt a x, szorozva gyök alatt a plusz x. Ami pedig a számlálót illeti, hogyha haladunk sorba, észrevehetjük, hogy egy gyök a négyzeten van, Tudjuk, hogy ilyenkor a gyököt és a négyzetet le tudjuk egyszerűsíteni. Ez azt jelenti, hogy az A-t meg kell szorozni A plusz x -el. Természetesen zárójelbe teszem. Majd továbbá a mínusz, következő gyök és négyzet itt is tudok egyszerűsíteni. Így akkor azt jelenti, hogy az x-et szorozni kell A mínusz x -el. És változatlanul lemásolom a mínusz 2x négyzetet. A következő lépésben az osztást átalakítom szorzássá, hiszen tudjuk, hogy törtet tört, -e, tört -e, úgy tudom osztani, hogy beszorzom a reciprok értékével. Ez azt jelenti, hogy akkor ennek a reciprok értéknek a számlálója az lesz, ami eddig a nevező volt, mivel nem volt nevező, így egyszerűen csak egyes írok. Ami pedig a nevezőt illeti, most ezt a negyedik gyököt fölbontom két negyedik gyökre. Az egyik negyedik gyök alá írom az a-x, az egészen négyzetent, hogy majd tudjak egyszerűsíteni. A másik negyedik gyök alá pedig, ami maradt, gyök alatt a plusz x. És akkor haladok tovább, nézzük akkor megint a feladatnak az elejét. Ami a nevezőt illeti, továbbra is csak lemásolom, egyelőre nem kezdek vele semmit. Ami pedig a számlalót illeti, elvégzem a szorzást. Az a-t be kell szorozni a plusz x-el az a-t ha a-val, kapok a négyzetet. Majd plusz, az a-t ha x-el, akkor a szor x-et. Majd a következő lépésben mínusz x-el szorzom a zárójelet. Vigyázzunk arra, hogy nehogy lehagyjuk az előjelet. Így akkor mínusz szorozva plusszal, az mínusz előjelet ad, x szorozva a, megcserélem a sorrendet, hogy abc sorrendben legyen, tehát lesz mínusz ax majd most mínusz szorzok mínusszal, az pluszt ad, és x szorozva x-el, így kapok x négyzetet. És még lemásolom a mínusz 2x négyzetet. Ezt meg kell szorozni egy olyan törtel, melynek a számlálója 1, ami pedig a nevezőjét illeti, már az előtt utaltam arra, hogy tudok egyszerűsíteni. Negyedik gyök, illetve második hatvány, mindkét számot el tudom osztani kettővel, így akkor marad csak egy négyzet gyök alatt a-x ami pedig a negyedik gyök A plusz X-et illeti lemásolom, hiszen egyelőre nem tudok vele mit kezdeni. Kezd már egy kicsit alakulni a feladatunk, visszatérek az első részre, és ennek az első törtnek a számlálójánál rögtön észrevehetjük, hogy van egy plusz AX, illetve egy mínusz AX, mely kettő egyszerűsül, így akkor sokkal rövidebb lesz az első törtünk. Ami a nevezőt illeti, akár most össze is szorozhatom őket, gyök alatt, mivel a x-et szorozni kell a plusz x-el, mint ahogy az elején fölbontottuk, most visszaszorzom, így akkor gyök alatt marad nézetek különbsége, a négyzet mínusz x négyzet. Ami a számlálót illeti, van egy a négyzetem, ezt csak lemásolom, a plusz x négyzetet és a mínusz 2x négyzetet, ha összevonom, mínusz előjelet kapok, és x négyzetet. Itt észrevehetjük, hogy ez valójában négyzeteknek a különbsége. De egyelőre ezzel nem foglalkozunk, zavar bennünket ennek a törnek a nevezője: gyök alatt a négyzet mínusz x négyzet. Annak érdekében, hogy nem maradjon itt gyök a nevezőben, gyöktelenítem. Ez azt jelenti, hogy a problémás gyök kerül a nevezőbe is, tehát gyök alatt a négyzet mínusz x négyzet, és a számlálóba is. Ugye a gyöktelenítésnek az a lényege, hogy egyáltalán szolozzuk, hogy az értéke ne változzon. Nézzük akkor tovább folytatásban, szorzatként, ami a következő törtet illeti. Itt egyelőre semmit nem tudok tenni, lemásolom. A számlálóba kerül az egyes, a nevezőbe pedig van egy sima négyzetgyök a x, és ez kell, hogy szorozza egy negyedik gyök a x. Nézzük, mit értünk el a gyöktelenítéssel. Ha megnézzük az első törtet, azt látjuk, hogy a nevezőben gyök alatt a négyzet mínusz x, szorozva önmagával, ez adja a gyök alatt a négyzet mínusz x négyzet az egész a négyzeten, ha egyszerűsítem a gyököt és a négyzetet, megmarad csak a gyök alatti kifejezés, a négyzet mínusz x négyzet. És lám a számlálóban is ugyanilyen a négyzet mínusz x négyzet található, így akkor ezeket a részeket le tudjuk egyszerűsíteni. Ennek köszönhetően ebből az első részből megmarad csak a számlálóban gyakalat a négyzet mínusz x négyzet, amit megint fölbontok, hiszen ez négyzetek különbsége, gyök alatt a x, szorozva gyök alatt a plusz x -el. A következő részből ugyanebbe a törbe írom a nevezőt, hiszen a számlálóval nem kell foglalkoznom, ide kerül tehát egy gyök alatt a x, és egy negyedik gyök alatt a plusz x és újból észrevehetjük, hogy tudunk egyszerűsíteni. A gyök alatt a-x számlálóban is, nevezőben is leegyszerűsül. És szinte már látjuk a fényt az alagút végén, hiszen most meg kell oldanunk a gyök alatt a x, törve negyedik gyök alatt a plusz x. Ahhoz, hogy el tudjuk osztani ezt a két gyököt, közös gyökkitevőre kell, hogy hozzuk őket. Így amikor megkeresem a kettőnek, tehát a négyzetgyöknek és a negyedik gyöknek a legkisebb közös többszörösét, az lesz a 4. Ezek szerint kapunk akkor most egy negyedik gyököt, melynek a számlálójába, bővítés után, hiszen 2 volt a nevező, négyzetre kell emelni, megjelenik az a plusz x az egész a négyzeten. A nevezőt nem kell bővíteni, hiszen itt már negyedik gyök volt, tehát lemásolom az a plusz x-et. És itt már láthatjuk az újabb egyszerűsítési lehetőséget, hiszen ha a plusz x a négyzetet elosztom a plusz x-el, a négyzetet és az a plusz x-et le tudom egyszerűsíteni, megmaradt tehát negyedik gyök alatt a plusz x, és ez lett a végeredményünk. Láthatjuk tehát, hogy nem hiába tanultunk meg annyi szabályszerűséget, annyi azonosságot a gyökökkel kapcsolatban, hiszen mindezeket, ha alkalmazzuk, akkor egy hosszú-hosszú összetett kifejezésből egy egészen egyszerű kis kifejezést kapunk a feladat végére. Haladjunk tovább, nézzük, mi minden tartogat számunkra a második feladat. Ez sem tűnik így első ránézésre könnyebbnek. Így szól a feladatunk. Az első tört, A-x törve, gyök A-gyök X. Mínusz zárójelben, megint tört, a számláló A plusz negyedik gyök alatt AX a harmadikon, a nevező pedig gyök A plusz negyedik gyök alatt AX és van még mínusz negyedik gyök alatt ax. Az összetett feladatok esetében gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy kiragadjuk a feladatnak egy részét, azt külön megoldjuk, és a már egyszerűsített kifejezést helyettesítjük vissza. Ezt próbálom alkalmazni mostani feladatunknál is. Nézzük először is az első törtet. Tehát a x törve gyök a mínusz gyök x. Amit alkalmazok, hogy az A-X-et fölírom négyzetek különbségeként. Attól eltekintve, hogy nem található itt A négyzet, illetve X négyzet, így is tudom alkalmazni a négyzetek különbségét. Hogyan? A nevezőt tehát csak lemásolom, gyök A mínusz gyök X, a számlálóban pedig az A-t, nézzük, hogy minek a négyzete lesz ez, ez lesz a négyzet gyök A-nak a négyzete. Majd mínusz, az X minek a négyzete lesz, a négyzet gyök X-nek a négyzete és így már meg is jelent négyzetek különbsége. Ha most fölbontom a négyzetek különbségét, miután a nevezőt csak lemásolom, tudjuk, hogy lesz két zárójelünk, az egyikbe kerül ennek a két tagnak az összege, a másodikba pedig a különbsége. Tetszés szerint is sorrendben. Az egyik zárójába lesz tehát gyöka mínusz gyök x, a másik zárójába pedig gyöka plusz gyök x. És ennek a fölbontásnak következtében, a gyöka mínusz gyök x szerepel a számlálóban is, és a nevezőben is. Miután leegyszerűsítem, láthatjuk, hogy az első törtnek az egyszerűsített alakja: gyöka plusz gyök x. Nézzük a feladatnak a második részét, annak is a zárójában található tört részét. Próbáljuk meg ezt is egy picit egyszerűsíteni. A plusz negyedik gyök alatt, a x a harmadikon, a nevezőben pedig gyöka plusz negyedik gyök alatt ax. Ami föltűnhet számunkra, hogy minden egyes tagban szerepel az a. Ellenben van, ahol negyedik gyök alatt, van, ahol négyzet gyök alatt, van, ahol pedig csak egyszerűen a-ként. Próbáljuk meg akkor mindenütt, úgymond a közös gyököt megtalálni, ez lesz majd a negyedik gyök. Így akkor az a-t önmagát fölírom, mint negyedik gyök alatt, természetesen, ha már bővítettem a gyök kitevőt, akkor bővítem a hatvány kitevőt is, ez lesz tehát negyedik gyök alatt a negyedike. A következő részt már negyedik gyök alatt van, annyi, hogy szétbontom két szorzatra. Az egyikbe kerül negyedik gyök alatt a, a másikba pedig, ami maradt, negyedik gyök alatt x a harmadikon. Most a nevezőnél úgy szintén a négyzetgyök ad, bővítem, úgyhogy negyedik gyököt kapjak, tehát azt jelenti, hogy kettővel szorzom a gyökkitevőt is, és a hatvány kitevőt is, így akkor negyedik gyök alatt a négyzet lesz. A következő negyedik gyököt, hasonlóképpen, mint a számlálónál, fölbontom két tényezőre, negyedik gyök alatt a, szorozva negyedik gyök alatt x. És amiért ezt a fölbontást, illetve átalakítást végeztem, hogy közös tagként kiemeljem az a-t, mégpedig a negyedik gyök alatt. Nézzük a számlálónál. Tehát negyedik gyök alatt A-t, aki emelem zárójel elé, hasonlóképpen, mint a nevezőnél is, nézzük, mi minden marad akkor a zárójelben a számlálónál, illetve a nevezőnél. Negyedik gyök A negyedikent osztom negyedik gyök A-val. Mindenféleképp negyedik gyököt kapok. A negyedikent, ha A az elsővel, alapot lemásolom, kitevőket kivonom, marad tehát a gyök alatt A harmadikon. A következő szorzatból könnyű lesz kiemelni negyedik gyök A-t, csak egyszerűen letakarom, és láthatjuk, hogy megmarad akkor még a zárójelbe a plusz után, negyedik gyök alatt, x a harmadikon. A nevezőnél, hogyha negyedik gyök A másodikont elosztom negyedik gyök A-val, akkor marad természetesen negyedik gyök, A másodikon osztva A-val, vagyis a az elsővel, az egyszerűen csak A a szorzatból, hogyha kiemeltem már a negyedik gyök A-t, akkor megmarad negyedik gyök X. És ennek a kiemelésnek köszönhetően számlálóban is, nevezőben is megjelent a negyedik gyök A, ezeket le tudom egyszerűsíteni. És azt látjuk, hogy a számlálóban is megjelenik negyedik gyök A a harmadikon, illetve negyedik gyök A a nevezőben, vagy hasonlóképpen negyedik gyök X a harmadikon, illetve a nevezőben negyedik gyök X. Ha megnézzük a számlálót, akkor úgy is mondhatjuk, hogy ez köböknek az összege. Hogy látszódjon, hogy ez tényleg köböknek az összege, át is alakítom. Az első tag tehát negyedik gyök A, mint a nevezőben is, és ezt emelem a harmadik hatványra, plusz a második tag pedig negyedik gyök X, és ezt emelem a harmadik hatványra. A nevezőben nem teszek semmit, egyszerűen csak lemásolom. És ahogyan említettem, akkor a számlálóban alkalmazom a köböknek az összegét. Egy kis emlékeztető, hogyan is szól a köbök összege, hogyan tudjuk fölbontani tényezőkre. Hát tudjuk, hogy lesz egy kis zárójel és egy nagy zárójel. Mivel köbök összegéről van szó, a kis zárójelbe kerülnek a tagoknak az összege, a nagy zárójelbe pedig majdnem a binom négyzete. Első tag a négyzeten, első és második tag szorzata, nem kell kettővel megszorozni ellentételő jellel és második tag a négyzeten. Nézzük akkor a mostani esetünkben, mi lesz a kis zárójelbe, és mi lesz a nagy zárójelbe. Keressük meg tehát az eredeti tagokat. Az egyik lesz a negyedik gyök alatt A, a másik pedig a negyedik gyök alatt X. Mivel köbök összege található, így akkor a kis zárójelbe is pluszot írok. Majd a nagy zárójelbe ennek a binomnak a négyzetét számolom. Első tag a négyzeten, mivel a kis zárjelbe plusz volt, akkor most mínusz teszek, összeszorzom őket, tehát első tag szorozva második taggal, természetesen itt nem alkalmazom a kétszeres tagot, és maradt még második tagunk, tehát negyedik gyök x, és az is a négyzete. Ami a nevezőt illeti, egyszerűen csak lemásolom, negyedik gyök a plusz negyedik gyök x. És így már láthatjuk, hogy ugyanez a negyedik gyök a plusz negyedik gyök x ugyanez szerepel a kis zárójelbe is, így ezt le tudjuk egyszerűsíteni. Ami azt jelenti, hogy ennek a törtnek az eredménye, még egyszerűsített formában, negyedik gyök alatt a négyzet, tudjuk egyszerűsíteni a negyedik gyököt és a négyzetet, marad csak egyszerűen négyzetgyök a, majd mínusz, negyedik gyök a szorozva negyedik gyök x, közös negyedik gyök alá tudom őket hozni, alatta gyök alatt lesz a szor x, és az utolsó lépésnél úgy szintén egyszerűsítem a negyedik gyököt és a négyzetremelést, tehát a második hatványt, és marad csak négyzetgyök x. Ime tehát ebből a csúnya törtből kaptunk egy nagyon egyszerű kifejezést a végén négyzetgyök a, mínusz negyedik gyök alatt ax, és plusz négyzetgyök x. Miután a feladatnak egyes részeit, tehát az első törtet, illetve a második törtet külön-külön megoldottam, rendeztem, egyszerűsített alakra hoztam, így már ezeket az egyszerűsített kifejezéseket vissza tudom helyettesíteni. Tehát akkor az eredeti feladatunkba, hogyha visszahelyettesítünk. Az első tört helyett, emlékezzünk vissza, azt kaptuk, hogy gyök alatt a plusz gyök alatt x. Majd mínusz, ugye most zárójelbe, a következő tört helyett írhatom azt, amit ez egyszerűsített alakot, négyzetgyök a mínusz negyedik gyök alatt ax plusz négyzetgyök x, és maradt még mínusz negyedik gyök alatt ax. A következő lépésben szabadulj meg ettől a zárójától. A gyök a plusz gyök x-et lemásolom, és mivel a zárójel előtt mínusz van, minden előjelet megváltoztatok. A gyök a-ból lesz mínusz gyök a, a mínusz negyedik gyök ax-ből lesz plusz negyedik gyök ax, a plusz gyök x-ből lesz mínusz gyök x, és a mínusz negyedik gyök ax-ből lesz plusz negyedik gyök ax. Nézzük, mi mindent tudunk rendezni. Észrevehetjük, hogy van egy plusz gyök a, és egy mínusz gyök a. Őket leegyszerűsítem. Hasonlóképpen van egy plusz gyök x, és egy mínusz gyök x, őket is leegyszerűsítem. És mielőtt az utolsó gyök részeket is leegyszerűsítenénk, vegyük észre, hogy mindkettőnek az előjele plusz, tehát nem egyszerűsítem, hanem összevonom őket. Egyszer negyedik gyök AX plusz még egyszer negyedik gyök AX, ez adja a kétszer negyedik gyök AX. És a mostani feladatunknak ez lesz tehát a végeredménye. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!